Amiről itt szó lesz, olyan egyszerűen hangzik, hogyha először hallod, a homlokodra csapsz. Ha ilyen homlokra csapdósós vagy. Hogy ja, hogy ez? Persze egy kedvenc szerzőm Chris Iveson azért hozzáteszi, hogy becsapós ez az egyszerűség, mindegy, az alapelvek azok, egyszerűek. Arról van szó, hogy két terapeuta, név szerint Steve de Chaser és Inzo Kimberg az 1980-as években, először Palo Alto-ban, másokkal együtt, majd Milwaukee-ban önállóan a családterápiai munkájukhoz fokozatosan kifejlesztettek egy megoldás központúnak, solution focused nevezett megközelítést, amiben ilyen szenzációs, akkor a terápiában legalábbis szenzációs dolgokat mondtak ki, hogy ami jól megy, amit jól csinálsz, csinálj belőle többet. Ami nem megy, ahelyett csinálj mást. Ne a problémás, már rágódjatok annyit, hogy mi az ok, meg ilyesmi, hanem a megoldáson törjétek a fejeteket. Nem mondtam, hogy egy olyan homlokra csapdósós dolog lesz? Ez azután persze terjed a segítő szakmákban. Sokan egészítik ki a gyakorlatukat legalább egy kis megoldásközpontú megközelítésre. Na most, én egy szenzációs felfedezést tettem a minap, legalábbis én annak találtam. Mégpedig azt, hogy Rejtő Jenő az akkori japán kávéházban, tudjátok, az adásút 45, a Jukai tér mellett ma az írók boltja, P. Howard álnéven az egyetlen Westernnek besorolt könyvében a Néma revolverek városában lényegében megfogalmazta a megoldásközpontú megközelítés lényegét, előnyeit és működését. Aki elolvassa a Néma revolverek városát, el nem lehet téríteni majd ettől a gondolatmenettől. Hát, hogy vajon Palo Alto-ba vagy Milwaukee-ba eljutotta a híre annak az alapvető szép irodalmi köntösbe öltöztetett újításnak, meg nem mondhatom. Annyi magyar ment ki arrafelé annak idején. Sajnos Rejtő itt maradt, ez lett a veszte is, de az elsőség vitathatatlan. Mik is tehát a megoldás kontra probléma viadalnak a főbb ide vonatkozó tételei? Kivárom, amíg azt az elsőt elolvassátok. Szóval nem érdemes túl sok energiát, időt fecsérelni. Az igazán fontos az, hogy a megoldásra, az vágyott jövőről tutassuk meg minél többen. Ami erre vonatkozik. Próbáljátok ki. Beszéltek egy problémáról, aztán elkezdtek a megoldásról beszélni, hát hamar észre fogjátok venni, hogy nem ugyanazokat a szavakat, nem ugyanazokat a kifejezéseket, nem ugyanazt a nyelvet használjátok. És akkor nézzük a harmadikat. Na, ez a legérdekesebb. És ez a legjellemzőbb ebben a könyvben, hogy éppen egy nagyon erre nagyon kiélezett történet hozott össze Rejtő, P. Howard, talán egyáltalán nem hasznos néha az, hogyha bizonyos esetekben legalábbis, hogyha akár bármit is tudjunk a problémáról, a szereplőiről, csak megzavarnak. Na most az egész történet poénját nem lövöm le, de az epilógusból ide bigyeztek egy rövid részletet, ami az utóbbi tételt erősíti meg. Ja, azért nem volt könnyű dolog magát helyettesíteni. Eleinte, amíg nem tudtam semmit, egész jól intéztem az ügyeket. Később, amikor már majdnem értettem, hogy miről van szó, baklövéseket követtem el. Ilyenkor szónoklatokat mondtam, és ha már senki sem értett semmit, akkor éljen eztek, és újra jó lett minden. Hát ez a lényeg, hogy amíg nem tudtam semmit, addig egész jól intéztem a dolgokat, és akkor elkezdtem valamit megérteni belőle, akkor rögtön baklövéseket követtem el. Hát nem ez a megoldás központú megközelítésnek a lényege? Oké, szevasztok, ennyi.